Vendégem orvos Tóth Noémi. Egy elismert szép irodalmi kiadó ad ki, a Jelenkor, író-olvasó találkozókra jársz. Tekintesz magadra íróként? Nem. Tudod mit? Azt mondom, még nem. És akkor ebben benne van az, hogy lehet, hogy majd egyszer csak valamikor így, nem tudom én, kibudjon belőlem valami szép irodalmi mű is. Hát annál is inkább, mert az örökölt sorsa, az előző könyved, az most már hát lassan 3,5 éve nem akar eltűnni a sikerlistákról. Én nem emlékszem az elmúlt 20 évből még ilyen könyvre. Tehát, hogy az őrült nagy siker lett, ezt nyugodtan mondhatjuk. Mivel magyarázod ezt a nem szűnő érdeklődést, hogy ennyien keresik folyamatosan évek óta? Szóval mi az, amire rátapintottál? Szerintem sok minden összeállt ebben a könyvben. Az egyik az, hogy jó időben jött ki. Azt gondolom, amikor az emberek már nagyon elteltek azzal, hogy csak önmagukra figyeljenek, és az örökölt sors ráirányította a figyelmüket arra, hogy ők mindannyian jövünk valahonnan, tudod, és a családnak sokkal fontosabb szerepe van a személyiség fejlődésünkben, a sorsunknak az alakulásában, mint azt korábban feltételeztük. Tehát az én hangsúlyos gondolkodástól egy picit eltávolította az embereket. Nagyon sok magyarázatot is kaptak, amit úgy sejtettek, vagy valahol úgy motoszkált bennük, hogy hát igen, lehet, hogy az, hogy például én egy nem kívánt gyerek vagyok, az valahogy hat az én életemre. És ezek a megsejtett gondolatok, vagy ilyen nem tudom, mint tudattalanban, vagy félig tudatosban lappangó elképzelések, azok így felszínre tudtak így jönni. Biztos, hogy fontos volt az is, hogy érthető a nyelvezete a könyvnek, amire én nagyon törekedtem, hogy ez ne egy olyan tudományos szakirodalom legyen, amihez nem lehet közel férkőzni a laikus embernek, hanem az volt a célom, hogy lefordítsam azokat az ismereteket, amik már viszonylag régóta a rendelkezésünkre álltak szakembereknek. És azt hiszem, hogy az is nagyon fontos volt, hogy az emberi létezésnek számtalan aspektusát behoztam a képbe, és hogy azt a sokféleséget, amiben létezünk, azokat a akár ambivalens érzéseket így valahogy érthetővé tettem azáltal, hogy rámutattam, hogy mennyi minden befolyásolja azt, hogy végül is kikké válunk. Na, azon gondolkodtam, hogy ugyanez a könyv, már hogy az örökölt sors 10 évvel korábban az ugyanolyan siker lett volna? Vagy egyszerűen változott annyit a társadalom, hogy jobban keresjük a kapaszkodókat? Hát talán ugye, amivel kezdtem, hogy jó időben jött, ez meg is válaszolja ezt a kérdést, hogy lehet, hogy 10 évvel korábban még nem lett volna ennyire fogékony rá az olvasó közönség. Na de most itt van a második könyved, a Szabad akarat. Ugye az örökölt sors az a transzgenerációs öröklés titkaiba vezet be. Arról mesél, hogy a felmenőink traumáit, feldolgozatlan félelmeit, azok a van dolgunk, és bennünk élnek tovább, formálják a mi sorsunkat is. Vagyis valamiféle meghatározottságról szól. A Szabad akarat azonban nem az örökölt sors 2, hanem egyszerre folytatás, de azért túllépés is, mert valami olyasmiről is beszélsz, hogy mégsem kell, hogy ezeknek az örökléseinknek a fogságában éljünk. Ez így van. Én nem akartam örökölt sors 2-t írni, az egészen biztos volt. Abban biztos voltam, hogy nem akarom azt így folytatni, olyan értelemben, hogy akkor most azt érezze az olvasó, hogy az első fejezet és a második fejezet a két könyv. Viszont a transzgenerációs gondolkodási keretben szerettem volna maradni, de megmutatni azt, hogy van azért lehetőségünk arra, hogy ha rálátunk a hozott anyagra, akkor az segít nekünk abban, hogy el is távolodjunk, hogy meg is haladjuk azokat a mintákat például, amik megnehezítik a mi életünket. A szabad akarat az azt jelenti, hogy képesek vagyunk megszabadulni a transzgenerációs kötöttségeinktől? Tehát, hogy le lehet számolni az örökölt sorsunkkal? Hát legalábbis fel lehet ismerni, hogy van nekünk egy örökölt sorsunk, és azokat a békjókat, amik mondjuk visszafognak, azokat valahogy igen, azoktól meg lehet szabadulni. Én ebben szentül hiszek. Nem gondolom azt egyébként, hogy egy egészen más életet tudunk élni, és akkor így nem tudom, eltávolodni teljesen a múlttól. A múlttal mindig dolgunk lesz, mert ahogy megy előre az életünk, mindig újabb és újabb kérdések vetődnek fel, amiknek a
a megválaszolásához mindig egy picit vissza is kell néznünk. Tehát, hogy ez nem lehet... Ebben a könyvben nagyon sok, valószínűleg a nagyobbik része az esettanulmány, tehát leírsz tényleges eseteket, bár nyilván valamelyes megváltoztató, hogy személyiségi jogokat ez ne sértsen. De ezekből a történetekből, esettanulmányokból jól látszik, hogy mondjuk azért az önismerethez vezető út az, hát messze nem egyenes vonalú, és főleg nem kiszámítható. De azért mégis vannak általános törvényszerűségek, vagy mindig csak az egyedi életútból kell kiindulni, és utólag, ha már beleestünk, akkor le lehet vonni valami tanulságot. Vagy előre is lehet valamit mondani. Ezt tudod, egyszer az egyik tanárom azt mondta, hogy tanulj meg lehetőség szerint minél több dolgot, aztán utána engedd el. Tehát, hogy valami ilyesmi a terápia is, hogy nyilván vannak törvényszerűségek, de amikor valaki leül velem szembe, akkor nem azokban gondolkodom, hanem szabad teret engedek az ő személyes történetének. De nyilván mintázatok azért felfedezhetőek, meg alapvetések azok mindannyiunk életében jelen vannak. Tehát például az, hogy a korai kapcsolatainknak a minősége az meghatározó a későbbi emberi kapcsolatokban való működésünk szempontjából. Ez egy alapvetés, ez mindannyiunkra igaz. Hogy mit kezdek én majd azzal, az egy másik kérdés, az már korai élményeimmel, hogy azok milyen irányba terelnek, az már egy másik kérdés, de ez egy alapvetés, hogy ez nagyon fontos, az első fogantatástól számított első 1000 napban gondolkodnak a kutatók, hogy az bizony meghatározó, formálható a későbbiekben, de van egy meghatározó ereje. Ugye ez a könyv két, pontosabban három fejezetet tartalmaz, két nagyot, meg egy összefoglaló fejezetet bizonyos értelemben. És az első fejezet számomra, amikor kinyitottam, akkor meglepő módon a pénzről szól. Aztán persze kiderül, hogy csak úgy tűnik, hogy a pénzről szól, valójában arra világít rá, hogy a feldolgozatlan traumák hatására hogyan válik a világunk egyre anyagiassabbá, vagy egyre versengőbbé. De valóban a versennyel van a baj, vagy... A pénzről szól ez, vagy a megtartó emberi kapcsolatok hiányáról? A kettő összefügg, ahogy mondtad, hogy amikor nincsenek megtartó emberi kapcsolatok, akkor fordulunk valami felé, ahogy a Herman Imre mondta, hogy mindannyiunkban munkál egy megkapaszkodási ösztön, valakibe szeretnénk belekapaszkodni, és hogyha az a másik elérhetetlen, hogyha nem tudunk belekapaszkodni, hogyha ő nem tud minket megtartani az ő szeretetében, akkor kell valami, ami ezt a strukturális hiányt pótolja, és akkor fordulunk a materiális javak felé, akkor hisszük azt, hogy a sikeren, az anyagiakon, az egyre több pénzen keresztül például a saját értékességünk az igazolhatóvá válik, és hogy az megadja nekünk azt a megnyugvást, amit egyébként nem tud megadni, mert a megnyugvást, hogy a magunk értékességének a hitét, az kizárólag egy másik ember tudja nekünk megadni. Én kicsit azt hiszem, hogy valójában arról beszélünk, hogy mi a szabadság, aminek a pénz lehet eszköze is, meg lehet akadálya is. Szóval, egy bizonyos szintig eszköze természetesen, tehát én nem arról beszélek, hogy nem fontos egy bizonyos szintű anyagi biztonság, de amikor túlfeszítjük ezt, és hányszor meg hányszor látod azt tényleg, hogy emberek túlköltekeznek, pusztán azért, mert azt gondolják, hogy kellenek azok a státuszszimbólumok. Vagy túlspórolnak. Vagy túlspórolnak, az a másik, igen, amikor annyira ragaszkodnak. De mind a kettőre hozó példa. Igen. Szerint... Tehát, hogy ez a viszony, ennek egészségesnek kellene lenni. Azt mondtad egy interjúban ennek kapcsán, hogy amikor pénzről beszélünk, valójában érzésekről van szó, szégyenről, kisebb rendűségű érzésről, rivalizációról, elismerés iránti vágyról, szeretet iránti sóvarkásról. Szóval, hogyha az ember szorongás nélkül tudna viszonyulni a pénzhez, akkor egészségesebben gondolkodna a szabadságról is? Egészen biztos vagyok ebben, igen. Ugye azért tapad a pénzhez, meg az anyagiakhoz ennyi érzelem, mert tudjuk azt, hogy az anyagi eredményeinken keresztül mérnek meg minket mások. És ugye egy egyenlőtlen társadalomban
folyamatosan azt éljük meg, hogy meg vagyunk mérve, hogy valahol keressük a hierarchiában a helyünket, illetve mások is folyamatosan elhelyeznek minket a hierarchiában. Ez elképesztő bizonytalanságokat szül. Hihetetlenül mélyre megy ez a bizonytalanság. Tényleg ilyen létbizonytalanságot tudunk megélni, és ez egy nagyon szorongató állapot, amit igyekszünk azzal leküzdeni, hogy még többet akarunk, és már nem is tudjuk, hogy igazából mik az igényeink. Azért ez most például így a Covid alatt így nagyon sok mindenki erre elkezdett rálátni, hogy úristen, mit is hajszolok én, hogy jóformán meg kell ismernem a saját gyerekemet, akivel most össze vagyok zárva, mert a hétköznapok elvisznek egymás mellől. Az is szorongató persze, hogyha a minden normális emberi kapcsolat meg értékhelyre a pénz iránti hajszolás áll, de hát azért az is, mikor nincsen pénz. Tehát, hogy ezt azért nehéz azt mondani valakinek, akinek az a fő életproblémája, hogy nincs pénze, mert nagyon szegény. Pontosan. Ez nem is kérdés, bár nagyon érdekes, hogy a nagyon szegények esetében is az van, hogy ott is látható az, hogy ők is így, persze nyilván a státusz szimbólumoknak van egy többlet jelentése, az azt is jelenti, hogy nem kell már nélkülöznöm, de hogy ott is van egy ilyen paradox módon, mégis van egy túlköltekezés, hogy olyan dolgokra költenek nagyon gyakran, vagy úgy költekeznek, amiben nagyon kevés a megfontoltság. Nyilván tisztában vagyok azzal, hogy ez egy edukációs kérdés is, hiszen az, hogy hogyan bánunk a pénzzel, azt azért hozzuk a gyerekkorból, hogy mennyire, hogyan lehet egyáltalán gazdálkodni. Tudunk egyáltalán ez a fogalom, hogy gazdálkodni kell a pénzzel, ez megjelenik-e a családban. De nem, ténykérdés, hogy az egyén nem tehető mindenért felelős, és ez inkább egy társadalmi felelősség és feladat lenne, hogy senki ne kerüljön a létminimum alá. Tehát, hogy amikor a társadalmaknak az egyenlőtlenségéről beszéltem, akkor ez is abszolút ott van, hogy mindannyiunk felelőssége lenne, hogy egy olyan társadalmat alakítsunk ki, ahol nincs éhezés, ahol nincs fázás, ahol nincs az, hogy idős emberek egy életmunkája után, tudom én, csirkefarhátat kénytelenek enni hetente egyszer. Szóval, hogy én dolgoztam pszichiátrián, és beszéltem olyan, hát ez saját élményem, hogy beszélek egy olyan idős nénivel, aki egy öngyilkossági kísérletet követően került be a pszichiátriára, és amikor leültem vele beszélgetni, akkor egyszer csak azt mondja, hogy nem akarok már többet éhezni. Elég volt. És erre széttárom a kezem, és nem tudok mit mondani, ez nem egy pszichés probléma. Nem, ez egy társadalmi, nagyon súlyos társadalmi probléma. Ha már a társadalmi problémák, amik ugye nem az elsődleges mondani valója ennek a könyvnek, de hát minden oldalon ott van, vagy minden eset tanulmányban. Azt is nyilatkoztat, hogy ezt is idézem, közösségi értékek generációról generációra erodálódnak, a szolidaritást maximum kampányszerűen gyakoroljuk, még a mindennapi életünkön eluralkodnak az indulatok. Ez a szolidaritás hiány, ez egy új jelenség, vagy csak egyszerűen most tárul a szemünk elé ilyen nyers valójában? Tehát naponta tapasztaljuk, hogy a legcsekélyebb nézetkülönbség is gyűlölködő konfliktus helyzeteket eredményez. Elég megnézni bármilyen komment folyamot. Szóval ez mindig is volt, csak nem volt ennyire a szemünk előtt, vagy valami új helyzetbe kerültünk. Ugye ez nekem egy fantáziám, és azt gondolom, amikor a múltat vizsgáljuk, akkor én leginkább, persze elképzeléseink vannak, nem éltünk, nem tudjuk, hogy az egyénnek milyen élménye volt, de én azt gondolom, hogy a közösségnek leginkább, hogyha a természeti népeket vizsgáljuk, azért van egy megtartó ereje, de én azt is hiszem, hogy akár évtizedekkel, évszázadokkal ezelőtt is a kis közösségek, azokban sokkal inkább érvényesült a megtartó erő. Akkor is, hogyha nagyon kemény szabályokat állítottak a közösség tagjai elé, de talán azt gondolom, hogy a megtartó erő is megjelent. Vegyük például a gyásznak az élményét, hogy régen ezt a közösség egészen pontosan leszabályozta, hogy amikor valakit elvesztettél, akkor gyászruhát kellett viselned. Ez egy szabály. Jóformán kötelező volt, úgy hitelesítetted a saját fájdalmadat, gyászodat a közösség felé, hogy te hordtad a gyászruhát. De a másik oldalról viszont megélhetted azt, hogy a közösség látva azt, hogy ugye te gyászolsz, sokkal empatikusabban fordult feléd, sokkal elnézőbben, sokkal inkább védve téged ebben a fájdalmadban. Tehát, hogy ez egy olyan hihetetlenül megtartó élmény lehetett,
hogy igen, vannak szabályok, de közben a szabályoknak az előnyét is tudom élvezni a közösség oldalára. Magyarul ezek a társadalmi rítusok, jelek, azok igen. szabályozzák az én empátiámat, hogy hogyan viszonyuljak másokkal. Az, hogy hogyan viselkedünk egymással, abszolút, igen, és hogy ezek a rítusok és ezek a szabályok, ezek nyilván egy nagyon mély emberismeretből, lélekismeretből nőttek ki. Ezek nem önkényesek voltak, tehát nem azért kellett, nem tudom én, egy évig gyászolni, mert ez egy tapasztalati tény alapján dolgozódott ki. Mert nagyjából tudjuk azt, hogy igen, körülbelül egy év az, amíg az a nagyon mély fájdalom az úgy elcsitul, lecseng. Ez nem azt jelenti, hogy aztán utána nincs tovább, hanem hogy ez az első év a nehéz, amikor megfordul minden, először történik minden az elvesztett szerettünk nélkül. Mert te is beszélsz erről, meg engem is nagyon foglalkoztat, hogy hova tűnik el az empátia. Tehát az, hogy valahogy, mint hogyha ez a tudás, ugye elkezdene kiveszni, nem is tudom, hogy ez egy tudás-e, vagy egy tapasztalat, vagy készség. Szóval én is azt látom, hogy bizonyos helyzetekben az empátia totális hiánya uralkodik, és hogy lehet, hogy ennek ezek szerint az az oka, hogy nincsenek ilyen közös mítoszok, rítusok, is. Amik ezt előhívják. Vagy például én az irodalomban azt látom, vagy a oktatásban, hogyha nincsenek irodalmi olvasmányélmények, akkor eleven nem használjuk az empátiánkat, mert hát végül is mi az irodalom, ha más valaki bőrébe bújásnak a képessége, ami mind közönségesen az empátia. Tehát, hogy ez valóban látja a pszichológia, vagy a társadalomtudományok, hogy ez eltűnik, vagy ez csak az én szubjektív érzésem, meg a, ahogy mondani szokás, a buborékom érzése. Nem, ezt látja a kutatók is érzékelik, hogy itt valami alapvető változás van kialakulóban. Volt egy felmérés, azt hiszem 79-től vizsgálták 2000-es éveknek az első évtizedében egyetemistáknak az empátiás kapacitását, és azt látták, hogy ez bizony jelentősen csökkent, tehát több mint 40%-kal csökkent ez az empátiás készség. Tehát, hogy kevésbé vagyunk készek a másik felé fordulni, és kevésbé vagyunk képesek beleélni magunkat a másik helyzetébe. Egészen megdöbbentő, Krisztán, az, hogy párkapcsolatokban élő emberek, akik ugyanabba az ágyba fekszenek le éveken, évtizedeken keresztül, mennyire nem ismerik egymást, mert mennyire nem nyitották ki magukat a másik felé. Tehát, hogy ez hihetetlen, hogy le lehet valaki mellett évtizedeket élni úgy, hogy például nem tudod, hogy mi az ő legnagyobb szorongása, hogy a legfélelmetesebb gyermekkori élménye, hogy ő amikor megy haza a munkából, akkor milyen szorongások gyötrik, hogy milyen félelmei vannak, hogy aznap mi okozta a legmélyebb sebet neki, mert hiába gondoljuk, vagy látjuk a másikat sikeresnek, határozottnak, magabiztosnak. Az nehogy azt gondoljuk, hogy a felszín alatt nincsenek szorongások, meg félelmek, meg aggodalmak, meg kis hitűségek, meg szégyen teljes élmények. Nagyon is vannak. Csak nem vagyunk rá nyitottak. Egyszerűen... És ezt te terápiákon érzékeled, hogy ez egy általános probléma, hogy nem fordul empatikusan a partnere felé? Igen. Nagyon-nagyon sok esetben. Nagyon sok esetben ez a probléma, hogy otthon is egyedül vagyunk. Hogy abban a családi közegben sem reflektálnak jól ránk, ahol alapvetésnek kellene, hogy legyen, hogy ott igen, ott meghallják azt is, ami sehol máshol nem hallható, hogy ott megmutathatom azt is, ami sehol máshol nem megmutatható. Tehát ott is elvárásokba ütközünk. Ilyen legyél, olyan legyél, ezt akarom tőled, ezt várom tőled, feltételeket szabunk egymásnak folyamatosan. Mert félreértelmezzük például a kölcsönösséget. Azt gondolom, hogy hát adjál valamit, és akkor én is adok neked valamit. Miközben azt gondolom, hogy a kölcsönösség azt nekünk kellene felismerni, hogy én indítom. Adok, és akkor majd meglátom, hogy a másik hogyan reflektál rá. Hogy képes-e ő is ebbe az adok-kapok, érzelmi adok-kapokról beszélek, meg gesztusbeli adok-kapokról beszélek, ebbe a kölcsönösségbe belelépni. És szerintem sokkal többször lennénk képesek és hajlandóak belelépni, mint ahányszor ezt megtesszük, mert rosszul kérünk egymástól. Ez már kicsit átvezett a könyv második fejezetéhez, aminek ugye az a cím, hogy hogyan veszítjük el önmagunkat.
hát tulajdonképpen az önfeladás témaköre ez. Ez hogyan kapcsolódik az előbbi, ez a pénz, vagy a pénz felszín alatt levő dolgokhoz? Abszolút, nagyon szorosan, hogy a kötődéseink, ha bizonytalanok, akkor mit csinálunk? Vagy eltávolodunk a másiktól, vagy görcsösen kezdünk kapaszkodni belé, vagy megpróbálunk ugye mindent, hogy megfeleljünk az ő kimondott, kimondatlan elvárásainak. És általában ez a két mintázat, vagy ez a két válasz nagyon domináns. Nem érdekelsz, elfordulok tőled, nem nyitom ki magam feléd, vagy nagyon-nagyon rád fixálódom, akár követelőző módon akarom a figyelmedet, akarom a visszajelzésedet, akarom a jelenlétedet, szinte megfojtalak a általam szeretetnek mondott érzésemmel, ami valljuk be őszintén nagyon messze áll a szeretettől, mert azt gondolom, hogy a szeretet a szabaddá tesz, és nem pedig megbékjúz. Ennek a résznek az egyik kulcsszava a szégyen. Hát, hogy szülőként, partnerként, a külvilágtól, a szomszédtól, a nagymamától félünk, vagy félünk a szégyentől, attól, hogy szégyenbe esünk. Miért ilyen fontos a szégyen, hogy van ennek valami szerinted társadalmi vagy biológiai funkciója? Miért érez szégyent az ember? Persze, van ennek egy nagyon fontos funkciója van, ami nagyon helyes, hogy van, mert valamikor, amikor megszülettünk az életünk elején, még egynek éljük meg magunkat azzal a másik emberrel, akit történetesen az anyánk, vagy aztán utána az elsődleges gondozónk, ahol, ahogy ma már mondjuk, aláhúzva, hogy ez nem feltétlenül csak az anya lehet, akihez nagyon erősen kötődünk. És aztán egy idő után kezdünk el kibontakozni, és kezd ebből a szimbiózisból, és kezdünk el magunkra, mint önálló lényre tekinteni. De ez az az időpillanat, amikor elkezdem magam a másik szemén keresztül is látni. És amikor erre rádöbbenek, hogy ezzel a látással egyfajta értékelés is megtörténik, tehát a másik nem csak lát, hanem valahogyan értékeli is az én létezésemet. Mondok egy példát, amikor például a kisgyerek először jön rá, hogy ami számára nagyon izgalmas, az ő érdeklődését nagyon felkelti, vagy belőle egy ilyen eufórikus örömet vált ki, az a másiknak nem feltétlenül ugyanazt jelenti, akkor ott van egy ilyen meghökkenés, hogy hoppá. És ez már egy picit így a szégyennek, a szégyen élményének egy csirája. Jé, én ennyire örülök, ő meg annyira nem. Jé, én ebben most így belementem ebbe a helyzetbe, ő meg kívül maradt. Hoppá. És elkezdem magamat így megítélni. A szégyennek van egy nagyon pozitív funkciója is, hiszen ez segít minket társadalmi lényé fejlődni, hogy rájövök arra, hogy ja, hogy nekem illeszkedni kell a másikhoz is, hogy nem csak ebben az egocentrikus, énközpontú világban létezek, hogy vannak szabályok, és ha azokat nem tartom be, akkor úristen, elkezdem magam ilyen rosszabb fényben megélni a másiknak a szemében. Tehát, hogy ennek van egy ilyen nevelő komponense, de az a probléma, hogy mi ezt túlfeszítjük. Ugye ebből lesz a rossz gyerek, amiről így van, így van. Az óvodai megszégyenítéstől a tehát amikor nem csak egy ilyen kis cüm-cüm van, hogy azért ezt most egy kicsit így túlfeszítetted, meg nem tudom én, túllőttél a célon, hanem van egy ilyen leértékelés, ami nem a viselkedésre, nem az adott megmozdulásra irányul, hanem a teljes személyiséget érinti. Igen, ez a rossz gyerek. És akkor ez egy ilyen identitás képző élményé válik, és elhiszem magamról, hogy én rossz ember vagyok, és onnantól kezdve az egész életem a köré szerveződhet, hogy megpróbálom vagy ezt vinni, hogy hát igen, akkor én rossz gyerek vagyok, és akkor addig feszítem a húrt, amíg folyamatosan ezt a visszaigazolást nem kapom, hogy meg megpróbálok ellene menni, és állandóan azt bizonygatni neked, anyámnak, apámnak, munkahelyemen, bárkinek, párkapcsolatban, hogy hidd el, hogy nem vagyok rossz. És ott már elveszítetted önmagad, ugye? Tehát az már nem te vagy, aki állandóan bizonygat. Írsz is róla, meg az esettanulmányokból is látszik, ugye nagyjából olyan az ember, hogy van egy stressz helyzet, aztán egy felengedés, egy ellazuló, aztán utána megint stressz, és akkor ezt valahogy kezeljük. De most azért egy olyan időszakot élünk, amikor folyamatos szorongásnak van kitéve, legalábbis az emberiségnek egy meghatározó része. Klímaszorongás, járványszorongás, háborús szorongás. Tehát tulajdonképpen ez folyamatos, hogy ez szerintem nem egy mennyisége, most már egy minőségi kérdés, hogy ezek a most szerzett traumák az elmúlt 3-4 évben, ezek az egész jelen generációra hatással vannak,
de hogyan fog ez hatni a következő generációkra? Mit fogunk ebből transzgenerációsan átörökíteni? Ó, hát ez egy nagyon jó kérdés, és szerintem évtizedek múlva látjuk, hogy ennek milyen hatása lesz. Az, hogy hatása lesz, és transzgenerációs traumák alakulnak most ki, hát az nem is kérdés. Ez nekem nem volt kérdés a legelső pillanatban sem, amikor még nem lehetett látni, hogy ez a COVID, ez meddig húzódik, meg milyen hatása lett, lehetett már ott érezni, vagy legalábbis én abszolút azt sejtettem, hogy ez nagyon mélyre fog menni. Azt látjuk, hogy például, megint egy egyszerű, ám de nagyon fontos példa, hogy azok az anyukák, akik mondjuk a COVID alatt voltak, lettek várandósak, és teljes bizonytalanságban voltak végig mondjuk a várandóságuk alatt, hogy hol fognak szülni, kivel fognak szülni, lehet-e választott orvosuk, apuka bemehet-e hozzájuk, megkapják-e azt az érzelmi támaszt, amit mondjuk korábban teljesen evidensként kezeltünk, hogy igen, hogy lehet egy dúlád, lehet egy választott orvosod, az mind elveszett. És ezek a szorongások, ezek ma már ugye tudjuk, hogy az édesanyának a szorongása az bizony a gyerekre is hatással van. Egy traumatikus születés élmény, amikor nincs senki, akit be így bele tudnál kapaszkodni, mert ismerős lenne, az szintén meghatározza a szülő-gyerek közötti kapcsolatnak az alakulását, a kötődésnek a minőségére nagyon komoly hatással tud lenni, és arról már azért vannak tapasztalati visszajelzések, hogy nagyon sok anyuka küzd például azzal, hogy igyekszik feldolgozni azt a szorongást, azt a traumát, amin keresztül ment például a várandósága, vagy akár a nem az általa elképzelt módon alakult születés élménye alatt. Tehát, hogy ezek már jelentkeznek a terápiás térben, ezek a problémák. Én valahogy azt is tapasztalom, vagy látom inkább, hogy legalábbis a nyugati ember az elmúlt egy évtizedben biztosan valahogy nagyon intenzíven tárgyat keresett a szorongásának. A klímaszorongás az tökéletesen megfelelt ennek, de ez mégiscsak valahol távol, meg nem megfogható dolog. A koronavírus az már nagyon is reális dolog volt, de még ott is néha olyan dolgoktól is szorongtunk, amitől nem feltétlenül kellett volna. A háborúnál konkrétabb az pedig tényleg nincsen, tehát minthogyha mennénk bele egyre inkább a valós, tehát amikor már nem szorongani kell, nem félni. És ez biztos, hogy nagyon megváltoztatja az embereknek a viselkedését, egymás közötti megfeleléseit is. Persze, egyértelmű, mert most így ez a háborús helyzet, ez szintén rengeteg olyan transzgenerációs, vagy akár saját félelmet aktivált be, amik meghatározóak. Például nagyon sok szülővel beszéltem, amikor kitört a háború, akik mondjuk a délszláv háborúban voltak gyerekek, és most szülők, és felhívtak aggódva, hogy nem tudják a gyereket megnyugtatni, mert a saját szorongásukat, ami így elönti őket, azt nem tudják kezelni. Ami hát nyilván hatása van arra, hogy ők éppen aktuálisan a szülő pozícióban, szerepben hogyan működnek. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokféleképpen vagyunk leterhelve, és közben az erőforrásaink azok alig hozzáférhetőek, mert ahogy beszéltünk, ugye a közösségeknek, a megtartó közösségeknek az erodálódása az által elveszítettünk olyan kapaszkodókat, olyan erőforrásokat, amik most segíthetnének ebben. Ezen túl folyamatosan túl vagyunk terhelve információval, ami szintén teljesen a pszichés immunrendszerünket azt olyan rossz állapotba hozta már így az elmúlt években is, hogy védtelenek vagyunk. Tehát én azt látom, hogy egyszerűen védtelenül állunk. De most. De mit tehet ilyen esetben egy ilyen folyamatos stressznek kitett egyén? Tehát, hogy mondjuk a saját tapasztalat, te voltál menekült, hogyha nem is háborús menekült, hogy ez neked most hosszú évek elteltével, ezt hogyan sikerül kezelned? Mit adsz át ebből a gyerekednek? Tehát van-e recepted arra, hogy mit csináljunk, hogyha ez a helyzet, és hogy a szorongásaink mögött valóban van konkrét félnivaló is? De nekem, amikor én menekült voltam, és tényleg nagyon idézőjelbe teszem, mert politikai menekültnek lenni 87-ben az egészen más jelentett ott Németországban, teljes víz, mint háborús menekültnek lenni, de hogy ott is abban a bizonytalanságban, ami szintén ott azért megjelent, hogy
egyszer csak egy idegen országban, idegen nyelven kell boldogulni, amit csak éppen törve beszélsz, hogy nagyon alapfokon, és minden olyan, nem tudod, hogy mi lesz holnap, hogy milyen döntések születnek az ügyeddel kapcsolatosan, és a többi, szóval azért abban van egy ilyen egzisztenciális szorongási rész is, de hogy ott például nekem nagyon nagy segítség volt, meg azt gondolom az egész családnak az, hogy mi együtt voltunk négyen, és úgy kapaszkodtunk össze, mint soha azelőtt. Hogy ott volt egy ilyen kis csapatszellem, egy ilyen, mi egy ilyen szövetségben voltunk együtt, az mindenképpen egy megtartó erő volt. Amit én a gyerekemnek átadok ebből, ez megint az, hogy itt vagyunk együtt, és mi együtt meg fogjuk ezt oldani. És bármi történik, megkeressük azokat a kiskapukat, azokat a megoldásokat, amik segítenek nekünk elmenekülni, megmenekülni, elbújni, mit tudom én, micsoda éppen aktuálisan mi kerül előtérbe. Magyarán azt mondod tulajdonképpen, hogy egy létrehoztatok egy traumatudatos családot bizonyos értelemben, de lehet létrehozni egy traumatudatos társadalmat? Nem csak, hogy lehet, hanem nagyon fontos lenne, hogy tudjuk azt, hogy sérüléseket okoztunk, hogy a körülöttünk élő embereknek a lelkében nagyon sok fájdalom, nagyon sok seb van eltakarva, de az attól még ott van, és hogy bizony óvatosan kell egymással bánni. Tehát, hogy ez lenne a cél, amikor arról beszélünk, hogy traumatudatos társadalom, hogy felfogjuk azt, hogy akár egy mondattal is életre szóló sebeket lehet okozni, hogy akár mondjuk egy orvosi kezelés közben egy nem kellő odafigyelés, egy nem kellő empátia, az milyen károkat tud okozni, és emellett felismerjük azt, hogy mennyire egyszerű ezt elkerülni, mert ez nem bonyolult. Ez egyáltalán nem bonyolult. Megint egy teljesen egyszerű példa. Egy kiszolgáltatott műtéti helyzetben, amikor valaki odahajol föléd, ott vagy kiterítve, és várod azt, hogy nem tudom én most éppen el fognak bódítani. És csak oda teszi az anesteziológus mondjuk a kezét, és azt mondja, hogy minden rendben lesz. Ezzel a megnyugtató hanggal. Az elképesztő, hogy milyen hatással tud lenni rád, beteg emberre. Vagy akkor a műtét után föléd hajolnak, és azt mondják, minden rendben volt. És most már hajrá, jön a felépülés. Napokban mérhető az, hogy mennyire rövidül le a felépülésnek az időszaka. De ugyanígy a fájdalomcsillapítóknak a mennyisége szintén mérhetően kevesebb fájdalomcsillapítóra van szükség, amikor egy ilyen empátiás odafordulást tapasztalsz. És nem kell hosszan ülni az ágyad mellett. Elég egy kedves mondat. Elég egy szempár, amiben így belekapaszkodhatsz, hogy te azt érezd, hogy biztonságban vagy. És ezt kellene megtanulni, megadni egymásnak minden körülmények között. A hivatalba, az iskolába, hogy a pedagógus az ne alázza meg a gyereket, hogy a gyerek az úgy forduljon a pedagógus felé, ahogy az kijár neki, mert tanulok tőle, hogy amikor a rendőr megállít, akkor ne a hatalom állítson meg, hanem valaki, aki segíteni akar nekem. Szóval, hogy Jézusom, annyira pici kellene ahhoz, hogy jól legyünk egymással, meg magunkkal. A végén beszélgessünk egy kicsit magáról az írásról. Hát, hogy sok szép irodalmi idézetet használsz, aminek nagyon örültem. Shakespeare, Adé és más klasszikusok mellett sok kortársat is, Kántor Péter, Nádas Péter, Billy Collins. Hogyan használod a munkádhoz a szép irodalmat? Vagy ez a munkád része, vagy mi a funkciója nálad? Hát nem tudom, hogy ezt így használásnak lehet nevezni, hogy így olvasok, és akkor így állandóan, tehát az én könyveim azok ilyen, azok élnek. Mert hogy behajtok lapokat, nem tudom, lehet, hogy ez ilyen szentségtörés, aláhúzok mondatokat, jegyzetelek a könyveknek a margójára, első-hátsó lapokra, tehát hogy így használom őket. Akkor nem tudatosan, hanem ami így szíven üt. Tehát vannak mondatok, amik így szíven ütnek, és akkor azokat így aláhúzkodom, meg oda megjegyzéseket írok, és aztán utána, amikor pedig így nekem kell írni, akkor ezeket így előveszem, vagy hogy is volt ott valami, vagy így körbeveszem, tehát például, amikor így írtam, akkor az ágyam az szerintem olyan volt, mint egy ilyen, nem tudom én, mint hogyha betörők kerestek volna valamit a könyves polcok mögött, és így az összes könyvet így ráhányták volna az ágyra, hogy én ilyen kis, a végén már azt éreztem, hogy már most így le fogok esni az ágyra, mert annyira kis szűk sávot hagytam magam, meg így körülvettem magam ezekkel a könyvekkel. Tehát lehet, hogy ez is egy ilyen használás, hogy
így az ihletet oda húztam magamhoz. Egyébként itt ez a könyv, ez az anyukám példánya, amit tőlem kapott, és tele van jegyzetelve, tehát ő pont úgy azért olvas, ezt nagyon jó hallani. mint te. Azon gondolkodtam, hogy bizonyos értelemben az író, már hogy a szépíró, meg a pszichológus, az sok tekintetben hasonlóan dolgozik, ugye ez egyik történeteket mesél el, a másik történeteket hallgat, és, de mindketten ezen keresztül próbálnak valami mélyebb problémát megérteni, vagy megértetni. Te meg viszont le is írod ezeket a történeteket, tehát a kettőt együtt csinálod. Miben más a pszichológus viszonya a történetekhez, mint egy szépírói? Én azt gondolom, az elemzés, tehát hogy én aztán így meg is magyarázom ezeket a történeteket, az író nem teszi, a szépíró nem teszi, ő rád bízza, hogy te levond a konzekvenciákat, én ezt nem hagyom meg ezt a lehetőséget az olvasónak. Nem bízom a szabad akaratra. Igen, nem bízom, és ezt nem is várják tőlem, nyilván tőlem nem azt várják, hogy szépíróként működjek, hanem magyarázzam el, hogy azokban a történetekben mik a láthatatlan rétegek. Tehát, hogy egyébként a szépíró hagyja, hogy ez így benned valahogy így megtermékenyüljön, és elindítson gondolatokat, elindítson ilyen egyfajta egészen más típusú érzelmi feldolgozást, mint mondjuk amit én csinálok. Az elején is beszéltél róla, és meg is erősítettem, hogy az írásban tudatosan szakítasz a hűvös pszichológiai szaknyelve. Ez az írói stílusod, vagy a pácienseiddel is ezen a nyelven beszélsz? Én így beszélek a páciensekkel is. Tehát, hogy, mert hogy ez tele van érzelemmel, amit a bizonyos pszichológusoknál nem lehet tapasztalni. Hát én nem hiszek abban, hogy érzelemmentesen kell viselkedni, és egy ilyen, nem tudom én, egy olyan semleges felületté kell válni a páciensekkel való kapcsolatban, amire ő bármit projektálhat. Nyilván nagyon sok mindent projektál, amire én nekem jó ideig nincs rálátásom, mert az később derül ki. De hogy én ebbe azért beviszem a saját érzéseimet. Tehát, hogyha én együtt érzek, akkor én azt mutatom, hogyha én engem valami úgy szíven üt az ő történetéből, akkor én arról beszélek. De egyébként nagyon érdekes, hogy én például a pácienseimnek a történetét úgy hallgatom, én például nem jegyzetelek, hanem ilyen filmszerűen rakom össze az ő történeteiket. Tehát, hogy így megvannak, mit tudom én, van egy páciensem, és akkor így látom, hogy az udvaron, nem tudom, 4 évesen a piros kis sapkáját, amikor lerántja róla a társa. És akkor én őt látom a kis piros sapkájában, meg elesve, meg nem tudom én azon a februári napot képzelek el, és akkor így látom, és így vannak meg bennem. És ezt nem tudod érzelem nélkül. És aztán ezeket a filmeket írod le, amiket... És akkor ezeket a filmeket írom le, vagy jelzem nekik vissza, akár nem tudom én sok-sok év távlatából, hogy hoppá, amiről most mesél, az nekem nagyon előhozza azt a képet, az megvan. És akkor így rácsodálkoznak, hogy erre vagy emlékszik. Hát így, mert hogy ilyen filmszerűen rakom össze. Tehát tényleg ilyen történetekben. Hogy az előző könyvet hatalmas közönség siker, az nem kérdés, hogy ez is nagyon sikeres, és nagyon jól szerepel a mindenféle sikerlistákon, az is biztos. Az érdekel, hogy a szakmai fogadtatása milyen. Egyszer valaki azt mondta nekem, hogy a saját szakmájában az első könyvét meg szokták bocsájtani még az embernek, a másodikat már nem. Te tapasztalsz ilyesmit? Egyébként nem. Tehát, hogy az örökölt sorsról azt tudom, hogy több képzésben is kötelező irodalom lett. És a szabad akaratra is így rábólintottak. Tehát, hogy én azért arra nagyon figyeltem, hogy ez szakmailag megállja a helyét, hogy ne legyenek benne önkényes következtetések, hogy ne tetszelegjek én itt egy elméletalkotónak a dicsfényében. Tehát, hogy nyilván te figyelj ide, tehát egy ekkora népszerűség vagy ismertség mellett biztos, hogy vannak olyan hangok, amik így fanyalognak. Hát azért az kis hazánkban csoda is lenne, hogyha senki nem fanyalogna. Szóval ott lehet, hogy meg is sértődnék, hogy még ennyi hatásra tudok kiváltani, hogy fanyalogjanak. De hogy egyébként pedig abszolút pozitív a fogadtatás. És hogy nekem azért az a legfontosabb, hogy az olvasó meg a páciensek mit gondolnak
az írásaimról, és ott meg azt mondom, hogy elértem a célom. Végül az az utolsó kérdésem, hogyha végeztünk a szabad akarattal is, akkor... Mi jöhet még? Hát részben, hogy mi jöhet még, dolgozol-e valamint, másrészt meg, hogy teljesen szabadon, szabad akarattal mit javasolsz, mit olvassunk? Szép irodalmat, szakirodalmat, bármit, ami így eszedbe jut. Hát szép irodalmat olvasunk mindenképpen. Most én éppen olvasom a Libri díjra jelölteknek a könyveit, úgyhogy abból bármit olvashatunk. Bartók Imre Lovak a Folyóban című könyvét, ezt különösen ajánlom, mert az volt a legutóbbi, amit én most olvastam, és az egyébként nagyon érdekesen valahogy így éreztem párhuzamot mondjuk a szabad akarat között, hogy mennyire vagyunk kitettek mások visszajelzésének, meg tudunk-e attól szabadulni, tudunk-e annyira önállóvá válni, hogy ne az legyen a mérce önmagunknak a megítélésében, hogy mások mit gondolnak rólunk. Ahogy abban így éreztem egyfajta ilyen is. Köszönöm szépen, a hallgatóknak pedig azt javaslom, hogy olvassanak Orvostot, Noémit, meg Szép irodalmat egyszerre. Köszönöm, hogy jöttél. Köszönöm, hogy hívtál.